Tartalmas szünidei programokkal várja az alsó tagozatos gyerekeket idén-nyáron is a Széna Egyesület. A miniszterelnökség a Nemzeti Együttműködési Alap és Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával ebben az évben ismét nyári táborozásra hirdetett pályázatot az Egyesület. Szoktunk minden évben csinálni csapatépítő játékokat, ezzel kezdjük a táborok első napján. Ez főleg azért jó, mert megismerkedhetünk egymással, és így már az egész hétre jó hangulat garantált szinte. Aztán szokott lenni növényismeret, nagyon szeretjük azt, hogy minél többet a természetben vagyunk, és ismerkedünk a környezetünkkel. Bálásné Elekes Rita elmondta, kiemelt feladatuknak tekintik a szünidei gyermekfelügyeletben való segítségnyújtást, hiszen ez az időszak minden kisgyermekes családnak nehézséget jelent, éppen ezért igyekeznek minél színesebb élményeket kínálni a gyerkőcöknek. Nagyon szokták szeretni a gyerekek ezeket a táborokat, a szülőktől nagyon pozitív visszajelzéseket szoktunk kapni, és rendszeresen visszatérők vannak, már sokszor sajnálják, hogyha túlnőnek, vagy kinőnek ebből a korból. A július 15-én és 22-én induló napközis táborokra pályázni az Egyesület honlapján lévő adatlap kitöltésével lehet, amelyet legkésőbb április 14-éig kell a szervezőknek visszajuttatni, akár postai úton, akár e-mailben a képernyőn látható elérhetőségeken. A beadási határidő lejárta után a vezetőség dönt a nyertes pályázatokról.